oké. Meg volt a pihenő. Február 8. Szerda. 3-4-2. És egy hűtól. Indles németbe. Csehen keresztül. Meg Szlovákon ugye? Persze. Most akkor meg is van, hogy hol fogok megállni, hát sajnos nem egy nagy benzinkutas parkoló lesz ezúttal, mert 10 órás vezetésemből kifogytam. Maradnak a kis 9 órások, azzal meg nem érek el olyan helyre. Konvertál, nagyon jó. Jó. Jó.
fura ilyen ablak mosódik szag van. Az előbb mostanában az ablakot. Irány Szlovákia, aztán Cseh. Minusz 7 fok. Baráti. Na mi van? Nem látja a rendszámot a kamera, lefagyott. Kártyázott. Köszönjük, hogy elhúztam. Na most ez a poén egyébként, hogy németbe oda viszek raklapot, ahonnan általában hozni szoktuk a raklapot. Ahol a céghez megyek. Import melóm nincs, de ha kitalálják azt, hogy attól a céttől kell majd raklapot hoznom haza, az kabaré lenne. Az út végén forduljon balra. Forduljon balra. Veszély, súly 7-8 tonna körül van. Gyorsan a tekerőt. A motorfűtés aktiválja magát.
hát elég sanszos, hogy kettő szünettel fogom ezt megcsinálni. Akkor az úgy fog kérni az egy program, hogy Rajkánál átkelés Szlovákba, Kutinál átkelés Csebe, aztán 1-2-3, Brunónál egy szünet, szokásos helyen. Majd valahol Prága fölött a második, és utána megyek a pihenőhely, esti pihenőhelyre. Most egyelőre ennyi a terv, aztán majd meglátjuk a továbbiakat. Nos, 3:45 van, nem sokára érkezem a szlovák határoz Rajkánál.
nem? Nem látok táblát, hogy terrorautó kötelező lehajtani. Akkor lehet, hogy már megszűnt. Az ellenőrzés. Tűnik, igen. Vaksötét van meg. Mögötte most nem jön senki. Csehországot átütjük, jó? Na, akkor ezek szerint már abba hagyták a kontrollozást ilyen szempontból. Új, de szép! Igen, nagyon kiszámolós kanyar.
járó macki. Azért recseget szépen a tükör. Vagy a jég letört róla. Na. A mosó után. Hát akkor... szünet, aztán folytatom tovább. No, kérem. Megold a szünet. Úgyhogy szépen elindulok tovább.
lassacskán körbeérek Prágán. És leszek majd egy kisebb pihenni a gyűrű végén. Megpróbálok ott megállni. És már csak egy 200 km-en van a pihenőig, amit kinéztem, 2,5 óra. És 22 perce több vezetésem van jelenleg. Szóval sanszos, hogy nem fogok tovább jutni egyébként se. Tehát a 4,5-en belül vagyok már. Most már nyugodtan megálltok igazából bárhol. Csak Prágát akartam még túlélni. Pihenő és kis parkoló. Forduljon jobbra, majd haladjon egyenesen előre. Van hely. Akkor mit megállunk? Csak egy kicsit egyengetem a járgányt. Bekapcsoljuk. Na hát akkor 40 perc múlva folytkoz. Meg volt a szünet. Csöcs. Fél perc és irány tovább előre. Van még egy német határ, aztán megint a pihenőhely.
német határ Petrovicénél. Aztán már majd volt Dresda és Berlin hát körülbelül fél úton megállok. Aztán holnap hajnalban meg folytatom tovább az utat. Nagy öreny. Oké, mindjárt 11 óra. És ha nem tévedek, akkor nem sokára elérem a német határt. Közben kicsit kutakodtam még itt a pihenő szempontjából, és találtam egy pár kilométerrel messzebb egy nagyobb pihenőt, ami szerintem benzinkutas is, vagy legalábbis valami méret alapján szerintem itt van, igen, itt sajnos van valami kút, hogy ilyesmi elég nagy. És még az is pont beleesik a utamban, mert most van 1 óra 40 percem hátra, és 1.28-ra van, szóval tökéletes. Németország. Nincs kérdező. Ellenőrzős autók. Tulajdonképpen végeztem. Szerintem én a napszerűségekkel nem süt a nap a havat. Na jó, van. Szerintem haladok szerintem tovább előre. De még egy taográf átütés lesz. Itt mindjárt. Rendesebben, mert szerintem a mosó után a víz egyből ráfogyott, aztán odafogyott a kosz is. Ez nem a mosó hibája, az már az csak ilyen és kész, így jön össze és kész. Én nappal hagyjány, de este lehet látni egy szép foltot a fényszóró által.
azt várom, hogy mikor áll meg. Most. És nem akar átállni, hogy pukkadna meg. GHIKLM, hol vagy már? Hogy 20 kilométert legalább menni kell, vagy nem tudom mennyit a határt, hogy észrevegy olyan. Haladjon egyenesen előre. Fura. Na mindegy. Irány a pihenő. Na kérem, érkezem. 2,5 kilométer, hát a következő pihenő az meg 36-ra van. 21 perc alatt az... Hogyha mégis, akkor vezető szűkösebben lenne, de inkább nem lennének. Nem próbálkozom. Én 47-et tudja. Igen, ez nem is a pályán van, a parkozban még kút. De akkor 47, hát akkor meg főleg nem. Sétálna vissza, akkor jó. Itt állok meg inkább. Hát van még 18 percem, azzal nem sokra mennék. Na. 5-18. 6 órányira lennék. Akkor 2 óra. 2 óra akkor kell indulni. Jó. Na, csak azt megbeszéltem. Na, nyitva van, úgy látom. Majd meglátom. Na jó van. Hát mára ennyi. Na kérem. Meg volt a pihenő, 4-4, február 9-es csütörtök. Egy darab szület még lesz, de amúgy meg
szépen haladok a lerakó fele majd. Felrakó még nincs egyelőre. Mégis tudok még menni. De ez most én
vagy ha már mint a teherautó, a piktormat láttam volna ezt egyenesen, de lehet, hogy csak a... valószínűleg csak a szemem káprázott. Következő nagy parkhoz 74 km-re van. Kis pihenő az... csak a közelebb is. Kis parkoló, ott volt egy rakás hely, úgyhogy meg is álltam. Na hát akkor még egy cirka 2,5 óra, aztán oda is érek. Csak... Ujjj! Az nagyon jön!
terve az már megvan, hogy lerakodok, aztán kibattyogok a pályára, és ott lesz egy kis parkoló, nem sokkal arrébb. Odaállok ki, aztán már meglátjuk, hogy hogyan tovább. Csak azután nem változtatták meg a dolgot. Haladjon át a körforgalmon.
még 10 kilométer. Ötös van letiltva. Minden, igen. Akkor most jól látom, hogy az ötös van letiltva, nem is ez a 207-es. Akkor meg jó. Akkor értelmeztem fél a táblát. Mégis annyira nagy kerülőt nem csinált. Az én verzióm.
repülésen, ez már valami. Ön nyugtatás, hogy busz is jár erre. Itt nagyban megy a ügykezelés. Nova, hát akkor félreállok itt oldalra, most jobb ötlet ilyen. Aztán meglátom, hogy hova tudok bemenni. Szépen megy előre. Mert megjöttem igazából. Törölni? Nem. Ezt már levettem magáról. Jó. Megjöttem. Na kérem, megvagyunk a lerakással. Fú, kicsit leizettem, békáztunk egy jót. Na. Hello, még nem jött. Mondjuk most... Lehet, hogy még megbeszélés vannak meg is. Szerintem ebben csak a holnap reggeli marad. Valószínűleg az sét a környéken, hanem még tovább kifele. Na. Veszek itt egy kisebb üzét, ívet. És vagyunk. Akkor irány a parkoló, aztán majd egyszer lesz meló. Ficek is már beült a kocsijába, akkor lehet, hogy mi voltunk itt ketten reggel.
azokat, amelyből kitolatok a utcára, de... Azóta... Az a baj, hogy eléggé takarásban volt a kapu. Forduljon jobbra! Meg itt tényleg... Egyszerűbb, nem tudom mennyire volt egyszerűbb. Ficakot oldalról szedte le targoncával. Nekem a hátulról. Úgyhogy békázni kellett. Én tudom, hogy már azt gondolom, hogy baj van a targoncával, de hát akkor mondjuk... Ha baj lett volna a targoncával, akkor nekem se tudtam volna elvinni a cuccot, szóval lehet, hogy én értettem félre. Meg mondjuk lássuk be, mégiscsak egyszerű volt. Nem kellett bontogatni az autót. Meg nem volt az olyan hű, de nehéz. Nem volt tetőig fölpakolva rakapokkal, csak ilyen félig magasságilag. Nem volt egy nagy vasszizdasz.
hivatalosan nincsen mínusz 800 fok, csak nulla. Bibi van. Értem, hogy lakott terület, de 40-nel. Más kultúra, más szokhoz van hozzászokva. Ops.
üres vagyok. Egyébként a full retarder az kicsit rossz ötlet. Aldi. Meg Edeka. Ilyen helyeken jó lenne egy kamion parkoló. Nem egy nagy, csak egy pár azért állásos. Lehessen menni, lehessen rohanni. Néha-néha. Mi ők valószínűleg ide hoztak cuccot mondjuk. Meg az a nyergessel kicsit macerásabb lenne beállni. Szerintem fölveszem az egészet, meg az autópályás szakaszt is, mert relatív rövid rész. 400 méter múlva forduljon jobbra. Mögöttem a mentő, de nem víjog, úgyhogy rendben van. Remény jegyében orral hazafele fogok megállni. Ott van egy-két kilométer egy kereszt, egy ellágazás, egy lehajtó, úgyhogy vissza tudok fordulni bármikor igazából. Tehát annyira nem részes.
mondja, hogy ezek nem az elvonalra. Megnézem maga az orra. Szerintem nem állt a vonalra. Hát nem. Ennyi elnéz a pé. És megint megállt a szembejövő. Akár ki kell szállni, és megmutatnom neki, hogy odaálljon. Ez kabaré lesz. Balra a Bömbi elindul a helyettünk. És aztán megáll az egyenesek, akkor tényleg rossz helyen van. Felveszem a pulóveremet, mert gyanúsít a ficak nem látta, nem látja, vagy nem vesz, nem figyel, nem érti a táblát. Addig leállítom a kamerát, meg most már is mindjárt na, attól. Pont kiszálltam volna, akkor vette észre szerintem a dolgot. Most előrébb állt egy 2 méterrel legalább, és egyből indulunk is. Közben azt érde, hogy nem erőt a kamera, nem tudom mennyire igaz. Gondolom még a földi kampájára. A ficakot meg is előztem, legyorsultam. Kis következik. Mindjárt itt a pihenő. Meló még nincs. Különleges nem küldték le. Se a holnapit se, esetleg ma találtak volna. Úgyhogy úgy készülök össze, akkor aztán holnapig semmi. Február 10 péntek. Meg volt a pihenőnk, szép hosszú volt, megvan a felrakó is. Ami a legszebb egészben, hogy hazairányba van, fél órányira. Így van 14 óra 45 perc vezetésem a hétre, és van 14 óra 11 perces úthosszom. Úgyhogy tekintetében, hogy a navigáció kisebb tempóval számol, és egyébek szombat otthon vagyok, szombat délutánra. Na, menjünk rakodni. És ráadásul pótot se kell bontogatni, ahogy néztem, mert ez rampás rakodás lesz.
úgyhogy szuper. Csak 2 kilométert kell lemenni a pályától. Vagy még annyit se igazából, mert ugye lehajtótól van 2 kilométerre a cég, de egy akadék itt van közvetlen mellette, szóval nem veszélyes. Ó, oh, trükkös, nem is lehet visszamenni a pályán, de tovább kell menni, mint veszem mindenki. Aha, nem rossz. Fél óra is ott vagyok. Nojra. Nos. 8 óra múlt, egy picivel, és nem sokára érkezem. Azt mondom, hogy te keresnek. Jó. És referenciás szám az nincs. Remélhetőleg. Kiállott következik. Rendszám alapján vagy cég, vagy cég, vagy csak az ungár elején nekünk majd meglátjuk. Az én szóval telefont.
Ez lenne az? Aha, megvan. Szép nagy. Csak bejárt a másik oldalon. Megérkezett az úti célhoz. Megvan, de parkolok ebben a lesztán. Megláttaljuk. Itt a tabella. Jó van, egyelőre ennyi. Aztán meglátom, hogy hogyan tovább. Na kérem, meg vagyunk a felrakással. Hát nem volt 5 perc. 8 óra 5-kor jöttem meg. 8-10-kor, és most van 11:50. Majdnem dél, ugyanis kitalálták, hát hogy bejelentkeztem, ez a referenciaszám kellett. Utána pedig közölték, hogy neki csererakat kéne. Most ugye felhívtam bentieket, hogy akkor intézni kéne valamit. Közölték, hogy a megrendelő azt mondta, hogy itt soha az életben nem kértek még csererakatot. Ezt mondjuk én egy cseki kételjel fogadtam, de ha ezt mondták, akkor ezt mondták. Úgyhogy onnantól kezdve azt tartogyak ilyen sokáig, hogy rátérők telefonáljanak, hogy gyerekek cserekrakat nélkül vállaltuk a mellót, stb. Aztán nagy nehezen kötélnek álltak. Akkor jöhettem ide át ebbe az raktárba először rakodni, aztán jöttem ide vissza, még egy kicsit rakodni, és utána a papírmunka. Aztán eljöttem. Úgyhogy most sietek, ahogy tudok. Ez mondjuk 9, 10, 26, 1, valamikor holnap délután érek a telepre a legjobb esetben is. 500 méter múlva. És azt kell kitalálnom, hogy hol és hogy álljak meg.
azt, hogy 4,5 órán van. Négy és félet levezetem, akkor leszek erre pont 9 órányira a teleptől. Hát az úgy... nem épp ideális.
kaja idő. Na kérem, meg volt a szünet. Ó, oh. Időzítése lehetett volna szebb. 29 percen volt, mire visszaültem az autóba, úgyhogy ez így. Tökéletes volt. Függ, hogy utána merre, meddig, mikor van legközelebb parkoló, de szerintem maradok annál. Idefele is működött, akkor az akár is működni fog el, remélhetőleg. Neki irány előre. Most. Mindjárt ott vagyunk 3 km-en belül a pihenőnél. Lassan 5 óra. Közben megnézem, most itt mutatta a táblás, hogy a következő a pihenő az 70 km-en van a nagy pihenő. És mivel 50 km-re van a 4-es autópályára lehajtón, ez egy gyanús, hogy az már a drezdai parkoló, amire 70 km-re később utal. Az meg azért nem játszik, mert ha bár mind a két oldal nagy parkoló, tehát elvileg normál esetben egy órán 6-ra érnek oda, körülbelül még jó lenne normál esetben, csak az a baj ugye, hogy a drezdai parkoló az ott a 4-esen pont egy igen komoly csomópontnál van, ugye, mert hát egyrészt a 4-es az oda utal a 4-es pálya, másrészt pont előtte jönnek le, meg mennek fel a cseh irányba az autók, tehát van meg akadt a torkomon. Szóval nem igazán jó hely ilyen késői parkolásra. 800 méter múlva délnyelven zúlás pályán, majd a oldali sávban mondjuk. Jó lesz itt. Plusz délnyelven az autópályán, majd a oldali sávban mondjuk. Prága innen kb. 2,5 óránnyi van, tehát meg csuklogtak jó. Úgyhogy ez bőven jó. Hát a program az valószínűleg úgy lesz, hogy akkor... A jobb oldali sávban haladjon, majd forduljon jobbra. Mivel más nem maradt, ez egy 9 órás vezetés, 2 szünettel. 100 méter múlva térjen el jobbra, majd térjen el jobbra. Térjen el jobbra, majd térjen el jobbra. Forduljon balra. Tök üres. Ezzel végeztünk is mára. Aztán holnap hajna 2-kor a folytatás. No kérem szépen. Február 11. Szombat.
hajnali kettő. Akkor, hogy megbeszéltem magammal tegnap, kettő megállóval irány a telep. Mind a kettő csöve lesz. Prága és Brno közötti szakaszon. Egyik az nem sokkal Prága után, másik nem sokkal Brno előtt. És aztán irányatelep. Meg utána persze haza. Üres a pálya. És Prágát is le tudom még hajnali 5 előtt. Úgyhogy szuper. Na jó. Hajrá előre. Okay. Fél 4 lesz lassacskán. Nem sokára érkezem a cseh határa.
fizetőgép, úgyhogy az is megvan. Csehország. Tehát akkor irány Prága túloldal. No, kérem, kereken 5 óra van. Sikerült átjutnom Prágán. Gyakorlatilag nulla forgalom volt, kicsit jobb ilyen. És teszek egy kísérletet egy szünetre. Kijárat következik. Meglátjuk, mennyire jön össze. Szembe oda van egy-két hely, szóval... Megérkezett az úti célhoz. Nem reménytelen, de... Attól függetlenül... Aztán 40 perc is folytatom. Na kérem, megvolt a szünet. Fél perc is indulás. Aztán megyek előre Brunóig egy jó 160 km-t, nem sok, de több mint a semmi, az pont elég a... Aztán a telepig meg simán eljussak. Tauográf egyet ugrik. Pihenőhelyre.
is belefér gyönyörűen, úgyhogy semmi gubanc. Nem akarom a szegény furgonnak az orrát elnyomni, aztán kicsit nekem is helyezkednem kell, hogy itt ne férjek, de ne vigyek el semmit. Jó, most jó vagyok. Szerencsétlen beállás, de ez van. Na jó, hát akkor egy 40 perc, aztán folytgöv. Meg volt a szünet. Közben még gyorsan elintéztem a papírmunka egy részét, amit tudtam. Meg összepakoltam. Amit hirtelen találtam. Alá kevesedet kell majd a...
Szlovákia, aztán Rajkán keresztül Magyarország, és végül a telep. Na. Érkezem a szlovák határhoz, már bekapcsoltam a szlovák autópályafizetőt is. Be is bútolt szépen, úgyhogy az is készen áll. Fél tíz van, elég haladok eddig. Negyed egyre már a telepen vagyok. Úgyhogy szuper.
bukkanót. Ó, hát be is volt szakadva a beton. Az szép. Na jó, hát átértem Szlovákba. Szépen haladok előre. Irány hegyes halom. Rajka. Napja. Fél 11. Érkezés Rajkára. Leaszfaltozni és nem használni, csak annak a kilakban parkolni. Pozsony túloldalán. Azt hiszem az hétfői. Mi az az?
hátam mögé. Akkor... totyogunk haza. Hajtogunk. Na kérem, hamarosan érkezek a lehajtóhoz, mindjárt dél van. És felfedeztem egy igen érdekes képességet az autónak, ami hát nagy valószínűség a kézikönyvben nem volt leírva, ugyanis hát a régi autóhoz járt kettő ilyen vastag kézikönyv legalább, ehhez meg van egy darab ilyen vastag, ami tulajdonképpen annyit azt írja le, hogy a kocsiban mit hol találsz és kész, pont. Na szóval a lényeg az, hogy felfedeztem, csak nem tudom, csak így hülyéskedtem a gombokkal, hogy meg tudom azt csinálni, hogy egyszerre kettő tükröt aktiválok tükörmozgatásnál. Most tudok olyat, hogy csak a két alsót, két felsőt, ugye normál meg a nagylátószögű, illetve egyik oldalon mind a két tükröt. Most ha azt csinálom, hogy egyik oldalon mind a két tükröt kapcsolom be, akkor ugye ugyanúgy tudom föl le mozgatni meg ki, jobbra-balra. Viszont ha a két alsót vagy két felsőt azt kapcsolom be, tehát ugye két nagylátószögűt vagy két normált, akkor a föl le az ugyanúgy működik, viszont a balra fele nyomom a gombot, akkor kifele fordulnak a tükrök, ha jobbra nyílt nyomom meg, akkor meg belfele fordulnak a tükrök, azt hiszem, mert igen, bal az kifele, jobb meg befele. Aha. 800 méter múlva déljön be az autópályára. Tök jó, érdekes. Gondolom, ezért tolatáshoz, meg manőverezéshez találták ki ezt a funkciót, de ötletes. Tetszik. Ilyen pici apróságok, felfedezések. Most azon gondolkodik, a régi vajon tudta-e ugyanezt? Réget, mit nevezünk régenek, ugye bár. De ez tetszik. Mi minden tudhat még ez az autó, amit nem árultak el? Forduljon jobbra. Egyébként van online kézikönyv is az autóhoz, azt azért le lehet kérni, mi az alvásszalon alapján, de az se sokkal többet mond el, mint a papír verzió.
délmúlt 5 perccel. Hát lehet, hogy lesz mat. Meglátjuk. Nem tudom, hétvégén hogy jár a vonat. Változatosak kedvéért álljunk ide. Na, megjöttem. Itt a vége, fuss el, jöjjön a hétvége.